Sziasztok! Aki követi a csatornát, és így a főzőm kis alakulását, történetét, azt talán már meg sem lepi, hogy ismét egy újabb fejlesztés került a helyére a rendszerben. Ugye minden évben valami kis extrát igyekszem hozzáadni. A tavalyi év vége, illetve az éveleje a prokepes buborék sapkákról szólt, illetve elkezdtem különféle a triklempes csonkokon keresztül üstmosót, vagy az oszlopmosó eszközt telepíteni. Hát egy újabb nagy bütyökkel gyarapodott a sisak, nehéz nem észrevenni, és ez nem más, mint egy marha nagy üveg betekintő nyílás és egyben betöltő nyílás. Ez egy 20 centi átmérőjű rendszer. Tehát gyakorlatilag ezen aztán tényleg minden befér, akár a legvadabb cefrék is. Egyelőre még nem állítottam be pontosan mindent, tehát itt azért még finom hangolásra szükség lesz, de láthatjátok, hogy ugye szilikon tömítéses ajtaja van, és ezen keresztül tökéletes betekintés nyílik magára a cefrére, illetve ugye itt van az üstmosófej, keverőmotor tengelye maga a keverőlapáttal, az üstalja. Ez a jó kis betekintő üveggel, látod, betöltő nyílás éppen csak befért. Talán látjátok, hogy a triklempes csonk és a betöltő nyílás között nem sok hely van. Hát ez az egész munka szokás szerint Kovács Gábor kiskörösi mestert dicséri, hiszen az ő munkássága ez. Egyrészt köszönöm, hogy az összes ilyen hülye utólagos ötletemet elvállalja, és nem csak hogy elvállalja, de elég jó minőségben kiválóan meg is csinálja. Úgyhogy ez az ő érdeme, hogy ezzel gyarapodott a főzőm. A tervek szerint ugye ez a rendszer arra lesz alkalmas, illetve ez a betöltőnyílás, hogy az eddiginél kevesebbszer kelljen majd a lehetőség szerint az üstöt levenni, illetve az üstről a sisakot levenni, és még gyorsabban lehessen mondjuk két főzést elvégezni. Itt látjátok, hogy a zsanér még nincsen beállítva, majd ha lesz rá egy kis időm, akkor végleges pozícióját megtalálom, és akkor az szerint lehet ugye a marokcsavarokkal fixálni betöltés után az anyagot. Nem csak betöltéskor szeretném használni, hanem ugye a takarítást is ezen keresztül szeretném megvalósítani. Tehát itt az időspórolás az leginkább arról szól, hogyha szerencsém van, akkor gyakorlatilag minden ezen a nyíláson keresztül elvégezhető lesz. Tehát be tudok nyúlni kefével, be tudok nyúlni slaggal, és így gyakorlatilag minden, amit az üstmosó fej, ugye amit itt találunk, amit az üstmosó fej nem visz le, azok a makacs szennyeződések, ahogy a reklámban szokták mondani, az majd lejön ezzel. És hogyha beválnak a számításaim, akkor rengeteg időt tudok spórolni, hiszen akkor előfordulhat, hogy tényleg gyakorlatilag a főzések között nem kell leszedni a sisakot, szezon végén egy nagy takarításra kell maximum lekapni. Ugye látjuk, hogy a hőmérő átkerült, a sisak hőmérő átkerült ide, és minden más maradt a helyén. Egyre bonyolultabb, egyre több alkatrészből és egyre zsúfoltabban van összerakva ez a rendszer, de egyre kényelmesebb is, egyre gyorsabban lehet vele főzni, és egyre kevesebb időt igényel a főzések közti takarítás, illetve karbantartás. Úgyhogy mindenképpen jó választásnak tűnt ez a betöltőnyílás is. Hát sajnos nem olcsó egy ilyen betöltőnyílás, de valószínűleg nagyon-nagyon jó jön azoknak, akiknek kevés ideje van pálinka főzés hobbiának hódolni. Sok időt meg lehet takarítani, és nyilván járulékos előny, hogy közben az ember, hogyha nagyon-nagyon kíváncsi, pontosan láthatja, hogy mi zajlik odabent, hogy áll a cefrénk,
hogy áll a főzés menete. De persze nem ez az elsődleges, hanem az, hogy egy 20 centis, tehát ha jól számolom, 8 szolos betöltő nyíláson keresztül lehet beönteni a cefrét, és onnét a takarítást is elvégezni. Ugye ez az idei év utolsó fejlesztése, a jövő évre van még pár ötletem, januárban folytatom is, és majd azokat is bemutatom, azokról egyelőre most még nem beszélnék, érdemes lesz azokat is megnézni, mert kimondottan jó fejlesztések várhatók, van, amiben kolléga fog segíteni, nem magam oldom meg, illetve lesz olyan, amit magam csinálok, ezekről is majd lesz videó a megfelelő időben, és talán segítséget nyújthat ahhoz nektek is, hogy hogyan lehet egy ilyen oszlopos főzőt még kényelmesebbé, még gyorsabbá, még könnyebben karbantarthatóvá tenni.